tüntetésekre szólított fel a grúziai elnökválasztás második fordulójában alulmaradó Grigol Vasadze csütörtökön. Az ellenzéki koalíció jelöltje közölte, hogy nem fogadja el a voksolás eredményét. A hollandiai számüzetésben élő volt elnök Mihail Szakasvili, aki videókapcsolaton keresztül beszélt az összegyűlt ellenzékiekhez, az elsők között volt, akik elutasították a választási eredményt. A voksolást a grúziai állampárt támogatottja Szalome Zurabisvili nyerte. Ő lesz Grúzia első női elnöke. Az Euronews még azelőtt készített vele interjút, hogy az ellenzéki vezető tüntetésekre szólított volna fel. A választások alatti és a voksolás előtti időszakot is az erőszakos politikai ellentétek jellemezték. Most már a megbékélés szakaszába kéne lépnünk, mondta. Egy olyan társadalom választott meg engem, amely több Európát akar Grúziában, és azt, hogy Grúzia belépjen az Európai Unióba. Szakértők nem számítanak komoly zavargásokra az országban. Zurabisvili nyugatbarát politikát akar folytatni, ugyanakkor a konfliktust is elkerülné Moszkvával.